Ez a Souq Madina Jumeirah Dubajban. Alig várom, hogy megkóstoljam a Folly menüjét. Velem van két elismert brit chef, Nick Alvis és Scott Price. És van egy kis meglepetésem is. Meghívtam a Michelin Guide korábbi vezetőjét és a Jumeirah kulináris főnökét, Michael Ellis-t, hogy velünk együtt egyen. Remélem, nem bánjátok. Akkor nincs semmi nyomás. Köszönöm a meghívást, üdv Nick és Scott. Mivel készültetek mára? Ez csak egy serpenyőben sült borjú mirigy. Cobb sweetbread. Ó, ez fantasztikus. Karamellizált kívül, és mégis rózsaszín, lágy és lédús belül. Készítettünk egy kis fenyőmag szalszát, ez báránygerinc fenyőmaggal. Emulziót készítettünk a fenyőmagból, megpirítjuk, olajjal meglocsoljuk, azután belekeverjük tojásfehérjébe, hogy egy habos fenyőmag emulziót kapjunk. Azután szervírozzuk a pirított fenyőmag szalszát, összekeverjük a báránygerinccel, azután jöhet egy kis frissen aprított chili, egy kis mogyoróhagyma és koriander. Ennyi. A fenyőmag szalsza hihetetlen. A bárány abszolút tökéletes. Említetted a fenyőmagot, mint az arab konyha előtti tisztelgést. Van más alapanyag is, ami innen jött? Elég sok csicseri borsó, szezámmaggal, tajin és humusz. Ezeket elég sok fogásunkban felhasználtuk az elmúlt pár évben. Egy kávé mellett arról a pletykáról kérdeztem Michaelt, hogy a Michelin Guide állítólag Dubajba jön. Nos, James, 5 hónap alatt magával ragadtak a dubai kulináris élmények. Ha azt vesszük, miket kóstoltam itt, a Michelin Guide megjelenése csak időkérdése. És a Jumeirah és a Burj Al Arab mindenki számára tartogat valamit. Van számodra is egy meglepetésünk, remélem tetszeni fog. Itt vagyunk az ikonikus Burj Al Arabban, ahol street foodot, takót kóstolhatunk. A street foodot elismeri a Michelin Guide, és néha még Michelin csillagot is adnak néhány street foodnak. Szerintem a füstölt wagyu marhatakó és a ceviche kihagyhatatlan. James, a Dubai Food Festivállal kezdtünk a hónap elején. Nagyon büszkék és boldogok vagyunk, hogy részt vehettünk benne. Később csatlakozom Nickhez és Scotthoz a Taste Dubai elnevezésű programon. Egy evéssel töltött nap mivel mással zárulhatna, mint evéssel? Dubaj önmagában is különleges város. Egy kozmopolita világ, ahol különböző emberek élnek egymás mellett, ami a kulináris és kulturális élmények fantasztikus keveredését hozza magával. Erről szól a Taste of Dubai. Arra gondoltam, feltűröm az ingújamat és megfelelek a séfeknek, de szerintem nem voltak lenyűgözve. Ez nem semmi.